Szeretettel köszöntöm délutáni Isten tiszteletünkön a testvéreimet, kezdjük imával. Mennyei jó Atyám, megváltó Úr Jézusom, hálát adok, dicsőítlek, magasztallak, hogy ismét adtál egy kedves alkalmat, eljöhettünk szent neved imádására és dicsőítésére. Légy közöttünk a te szent lelked által, taníts, buzdíts, bátoríts bennünket, hogy el ne csüggedjünk, hanem mindenkor te rád nézünk, Úr Jézusunk, hitünk elkezdőjére és bevégzőjére. Áld meg itt létünket, nyisd meg a mi szíveinket, hogy megértsük a te üzenetedet, és az szerint élve téged dicsőítsünk, és téged magasztaljunk. Amen. Szolgálatok lesznek, testvéreim, először meghallgassuk az énekkart, az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen az éneket, szolgálatunkat Lázár Mária szavalattal és Király Eszter bizonyságtétellel folytassuk. Nem mindig úgy, Siklós József verse. Nem mindig úgy alakulnak a dolgok, mint balgán megálmodtam. Miért is venném zokon, épp így lehetek boldog? Nem mindig azt mondom, cselekszem végül, mit bölcsen elterveztem, váratlant, vezetetten. Dacos elmém már békül. Nem mindig akkor dől el úgy fontos kérdés, mikor előirányzom, idő kell, még belátom. Isten nem tervezt lépést. Nem mindig ott ragyog fény, hangzik válasz, hol gondosan kimérem, s rohanok, jaj, elérjem. Nem terv kell, csak alázat. Mert már a terv öröktől fogva készen, jó simpár van lerakva, hogy életem vonatja ráfusson, és célhoz érjen. Köszönöm. Köszönjük szépen! Közös énekünk lesz, Bűnnek tengerébe voltam, 259. éneket énekeljük, testvéreim. Bűnnek tengerébe voltam, 259. Lázár Éva ének és Lázár Noémi bizonyságtétel. Thank you.
Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. A napokban beszéltem egy ismerősömmel a megtérésemről, és meg is hívtam ide a bemerítésre. És hát ahogy így elkezdtünk beszélgetni, eléggé furcsálotta azt, ahogy a nézeteimet az életről, illetve Istenről, és hát utána, hogy vége lett ennek a beszélgetésnek, egyáltalán nem is beszéltünk egymással, se erről, se másról. És ahogy hazamentem, rengeteget imádkoztam, hogy Isten valahogy nekem adjon bölcsességet ennek a beszélgetésnek a folytatásához. És aznap este az áhítatban olvastam egy igeverset, a Jeremiás 1:7-et. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Nekem ez nagyon nagy erőt adott ahhoz, hogy másnap megint oda menjek hozzá, és beszélgessünk, és meg is értette azt, amit mondtam, úgyhogy 28-án ő is jön a bemerítésemre, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattam. Ismerem, hogy gyengeség van még.
Szépen meghallgatuk Lázár Noémi bizonyságtételét és Kovácsné Vetés és Zsuzsanna szavalatát. Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet. Amikor Zsófi felkért bizonyságtevésre, akkor nagy büszkén mondtam, hogy hát nekem van miről beszélni. De hát azért egy kicsit átgondoltam a dolgokat, és van olyan dolog, amit az ember elmondhat a többieknek, és van, ami sokkal többet jelent saját magának. Így arra gondoltam, hogy azt mondom el a testvéreknek, ami az utóbbi időben a legnagyobb élményem volt a munkahelyemen. Biztos már mindenki tudja, hogy keresztény óvodában dolgozom, itt a Betlehem óvodában, és húsvét utáni héten a kollégám miatt műszakot kellett cserélni, így nem az én műszakomban dolgoztam azon a héten délelőtt, és abban a műszakban újra megalakult egy ima közösség, vagy egy ilyen áhítatos közösség. Arról szól az egész, hogy egy kicsit hamarabb bemennek, egy kis teremben összegyűlnek, és imádkoznak egymásért, a gyerekekért, az aktuális problémákért. És ugye nekem ez teljesen új volt, hiszen nem az én műszakomban voltam, és olyan érdekes volt, hogy sokan ezért hamarabb bejöttek, mert így is azt látom, hogy elég nehéz, főleg a kisgyerekes szülőknek 7 órára, illetve kollégáknak 7 órára beérni, de meg tudták oldani, hogy kicsit hamarabb bemenjenek, és majdnem mindenki ott voltunk a műszakból, és leültünk, és a gondnokunk felolvasta az aznapi mai igét. Egy kicsit elgondolkoztunk rajta, elbeszélgettünk, és utána lehajtottuk a fejünket, és imádkoztunk. Sokszor imádkoztam már közösségben, hál' Istennek, de ennek a kis közösségnek, egy sajátos hangulata volt. Egy olyan hangulata volt, amit szavakkal leírni nem lehet. Ezt át kell élni. És olyan fantasztikus érzés volt úgy elindulni annak a napnak, hogy igen, az ő imájára én is rámondtam az áment, igen, ezért a csoportért én is imádkoztam, és egy teljesen más lelkülettel indult az a nap. És bár nekem nincs még családom, de nekem is nehezemre esik pontosan hét előtt időben beérni, de a Jóisten megadta azt, hogy minden nap be tudtam úgy menni, hogy ebbe a közösségbe le tudtam ülni, és én is az aznapi terveimet, az aznapi gondolataimat le tudtam tenni a Jóisten elé. Szóval kívánom azt, hogy ezt mindenki legalább egyszer élje át, mert nagyon jó volt. És egy igeverset szerettem volna még felolvasni a testvéreknek, de nekem olyan jó Isten közelsége, Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, 73. Zsoltár 28. verse. Nemrégiben vezettem fölfelé az Rinyi úton, és ugye az autósok rémálma, amikor a busz van előttünk, mert ugye az Rinyi úton nincsenek buszöblök, hogy szépen ki lehessen kerülni, és ugye jött a nagy kanyar az Alsó-Dabas utcai busz megálló után, és olyan jó belátható volt, gondolkoztam, hogy előzzek, ne előzzek, kimenjek, mondom, itt még nem is kell gyorsan menni, és szépen elmegyek a busz előtt. Aztán, amikor akartam volna tenni az indexet, akkor azt mondtam, hogy ráérek, nem kell sietni. És amikor a következő utcához ért a busz, akkor hirtelen jobb oldalról kivágott elé egy autó, és bement a busz mellé. És akkor összetettem a kezemet, hogy Istenem, ha én most itt kimentem volna, akkor biztos, hogy összetörjük egymást. Úgyhogy tényleg igaz az, amit... Persze, hogy igaz, amit Gábor is egyszer prédikált, hogy merjük-e Istenre bízni a dolgainkat. Szerintünk ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Hogy az anyósülésem van, vagy az ő kezébe adjuk a kormányt. És igenis jól döntöttem, hogy akkor az ő kezébe adtam a kormányt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kárász Izabella, Jézusé vagyok. Én nem cselekszem semmit önmagamtól, még gondolatban sem vétkezem, mert akkor Jézus könnyes néma váddal elengedné kezem. S ő nem engedte el, míg el sem fáradt, s én az ő arcát mindig figyelem, s a kövekből is védő angyal támaszt védelmemre, hiszem.
Lelkemből lelke szerte széjjel szállva, csak jót szeret és rosszat meg se lát, s csak addig leszek boldog e világon, míg nézem csillagát. Én nem tehetek semmit önmagamtól, előre semmit sosem tervezek. Nem várok semmit, de nem is irigylem az irigyelteket. Hálás a lelkem és bizó igaz a vágyam, felé viszen. A csillagtengerek bíztatva várnak. Tudom, el nem égnek, még Jézusé leszek. Köszönjük szépen a szép szolgálatokat, most pedig hallgassuk meg Isten igéjét délutáni alkalmunkra. Isten igéjét fogjuk olvasni Ezékiel könyvének a 18. részéből. A 21. verstől kezdjük az igéket. Ezékiel könyve 18. rész, 21. verstől olvasjuk a szent igéket. De ha a bűnös megtér, és nem követ el többé vétket, hanem megtartja minden rendelkezéseimet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljené. Igaz tettei, amelyeket azelőtt végbe vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes, inkább ti nem vagytok következetes. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért hal meg, mert álnokul élt. Ha pedig a bűnös megtér és nem követel többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér és nem követel vétkét, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza, azt mondjátok, nem következetes az Úr, én nem vagyok következes, Izrael háza, inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenki a maga tettei szerint ítéltetik meg Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, térjetek meg, hagyjátok el vétketeket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt, hagyjátok el vétkeiteket, amelyeket elkövettetek, újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom én a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr, térjetek hát meg és éljetek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Egy éneket énekelünk, testvéreim. Az Úr irgalma végtelen, 270. énekünket. Az Úr irgalma végtelen, 270. ének.
Kedves testvéreim, a mi mennyei atyánk kegyelmes Isten és kegyelmes a megtérőkhöz. Ha az ember megtér az ő bűneiből, Isten megbocsássa, és többé nem fog rá emlékezni. Egy kisgyermek, amikor valami bűnt követ el, hiszen mindnyájunkkal ez megtörtént, ha megvalljuk szüleinknek, nincs büntetés. De amikor hazudik és tagadja, és a szülei tudván tudja, akkor megbünteti. Ezért van a közmondás, megverik a gyereket, de soha nem mondja meg, hogy miért. Legyünk testvéreim bűnbánóak. Bármikor, mert esendő emberek vagyunk, és Isten megbocsássa. Sőt, nagyon sokszor Isten figyelmeztet, még a bűnt el sem követük, és már figyelmeztet bennünket. Kaint figyelmeztette, és azt mondta, Isten, a bűn az ajtó előtt áll, és látban vágyódása leselkedik rá. Mikor kisgyerekek voltunk, láttuk, hogy a macska hogyan lesi az egeret. Órákig képes, most nem tudjuk mi, mennyi ideig képes a bűn leselkedni ránk, hogy bennünket elejtsen, és magáévá tegyen. De az Úr figyelmeztette, te uralkodj rajta. Nekünk uralkodnunk kell, és amikor a magunk ereje kevés, hívni kell a mi megváltónkat. Segítségül. A zsoltáros Dávid úgy írja le, hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítlesz engem. Tehát, ha segítségül hívjuk az Urat, ő megszabadít. Ezékiel próféta nagyon értelmesen Elibünk tárja a bűnt. Elibünk tárja azt, hogy hogyan kell élnünk. Ugyanígy, testvéreim, Isten Elibe tárja az ember elé a bűnt, amikor bűnt követ el, és ad lehetőséget a megtéréshez. Ha megtérünk, boldogok vagyunk. Ha nem térünk meg, elbukunk. Dávid, a zsoltáros Dávid követett el bűnt. Nem is egyszer követett el paráznaságot, gyilkosságot, de tiszta szívvel az Úrhoz menekült, és bűnbocsánatot kapott. Amikor Izraelt megszámláltatta, a fővezér azt mondta, még több legyen a nép, ne számoljuk meg. Ő erőszakos volt, és akkor a próféta hozzáment, és azt mondta, három büntetési lehetőség közül választhatsz egyet. Az első, 7 esztendeig legyen éhínség az országodban. Vagy 3 hónapig az ellenség pusztítsa az országodat. Vagy pedig 3 napig dökhalál legyen. A király nagyon szorult helyzetbe volt, és aztán azt mondta Dánnak, a prófétának, hogy inkább essem az Úr kezébe, mint hogy emberek kezében. És 3 napig volt dökhalál, és az Aruna szérőjénél az öldöklő angyal megállt, mert Isten megállította. Nekünk nagyon fontos, testvéreim, hogy ezek az igéket magunkévá tegyük, és értsük meg, hogy milyen kegyelmes az mi Istenünk. Bármilyen bűnt is követel az ember, ha bűnös megbánja. Hiszen ami megváltunk a Golgotai kereszten, a gonosz latornak, a jobb kezénél levőnek megbocsátotta a bűnét, mert bevallotta, hogy mi valóban a mi vétkeinkért szenvedünk. És csak annyit mondott, Uram Jézus, emlékezz meg rólam a te dicsőjű országodban. És mit mondott Jézus, testvéreim? Még ma velem leszel a paradicsomban. A paradicsom a mennyország előcsarnoka. Az a nagy boldogság, amely örömmel és örök boldogsággalnak a kezdete. A Seol a pokol tornáca. A dúsgazdag, amikor bekerült a pokolba, a Seolba, látta Lázárt, a szegény koldust a paradicsomban, és kiabált Ábrahámhoz,
Atyám, Ábrahám, bocsásd el, mert itt gyötrettetem, nem bírom ezt a hőséget. Csak az ujját mártsa a vízbe. És mit mondott Ábrahám? Fiam, emlékezz meg róla. Te, amikor éltél a földön, az a nagy vagyon, ami a tiéd volt, sose nem adtál hálát. Lázár pedig, a koldus, a morzsákért, a kenyér morzsákért naponként hálát adott. Ő most örökkön-örökké örvendezni fog, te pedig örökkön-örökké gyötrődni fogsz. A dúsgazdag írgalomra fordult, és azt mondta, még van 5 testvérem. Hadd támadjon fel Lázár, hadd figyelmeztesse, hogy ide erre a gyötrelem helyére ne kerüljenek. És mit mondott Ábrahám nekik? Van proféták, van Mózesük, ha nem hallgatnak a profétákra, nem hallgatnak a törvényre, akkor arra se fognak hallgatni, ha egy halott ember feltámad. Ezékiel ezért írja, de ha a bűnös megtér, nem követi el többé vétkét, hanem megtartja minden rendelkezéseimet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben, azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem az, hogy megtérjen útjáról és éljen. Milyen irgalmas, milyen kegyelmes a mi Istenünk, testvéreim. Nagyon kegyelmes, nagyon irgalmas. Amikor Sodomát és Gomorát el akarta pusztítani Isten, Ábrahám könyörgött, szinte úgy mondjuk alkudozott. Hát, ha találni ott 40 igazat. Az Úr azt mondta, 40 lesz, nem pusztítom el. 2 városba, testvérem, is a környékén. Aztán azt mondta Ábrahám, lehet, hogy csak 30 lesz, kezdett alkudozni. Lehet csak 20, és utolsó, még egyszer szólok, azt mondja, lehet csak 10 igaz lesz. És találtatott 10 igaz, nem, testvéreim. Mert Sodomában és Gomorában csak Lót, a felesége és a 2 szűzlánya volt, akik igazán éltek, a többik elvetemült elméjű, züllött emberek voltak, és Isten elpusztította. Egy katonatiszttel találkoztam, munkába mentem, és kért tőlem pénzt, a buszra haza akart menni. Én rögtön gondoltam, hogy itt valami turpiság van, mondom, csak nem a nő kifosztott, hogy nincsen a buszra pénzed, az igen, azt mondja, az utolsó fillérig nem tud hazamenni, mert a felesége beteg. Megcsalt a feleségét. Mondtam neki, ha a feleségem tett be pénzt a tárcámba, kenyeret is kell vinnem, haza akadok. Megnéztem, volt bőségesen, odaadtam neki, nagyon hálálkodott. És akkor azt mondja, hogy te hívő ember vagy, kisegítettél. Mondom, igen, én hívő ember vagyok, és mindenkit ki kell segíteni. Aki kér tőled, adj neki. És erre azt mondja ez a katonatiszt, őrnagy volt, hogy ő is hívő ember. Hát mondom, csóváltam a fejem, úgy kötve hiszem, hiszen te paráználkodol, megcsalod a feleséged. Az indok az volt, hogy beteg a felesége. És mondom, mikor te beteg leszel, és a feleséged szemed láttára megcsalt téged, ehhez mit szólsz? Hát azt ő nem bírná ki. Nem bírná ki. És ez az ember elbeszélte, hogy ő hisz, mert ő járt Izraelbe, mint kénbe volt dobva, és azokon a szent helyeken volt, Jézus sírjánál, siratófalnál, és Lótnak a feleségét, van 175 centis sóbálvány, ahogy hátrafordult, megtapogattam. Én azt mondtam neki, ha hiszel, akkor cselekedj jól, és többé ne csald meg a feleséged és ne vétkezz. És azt ígérte, ez a tiszt, egy rövid beszélgetés volt, egy 15 percig mentünk az úton, hogy föl fog keresni közösségeket, és meg fog változni. Tehát, ha bűnös ember bármilyen bűnt követ el, testvéreim, ha megtér, élni fog. Isten figyelmezteti az emberiséget. De mi történik az igaz emberrel? Ilyen emberekkel is találkoztam, aki egész életében látszatra nagyon igazán élt, és aztán később elvetemült életet kezdett. Kezdett hazudni, kezdett lopni, mindegy, akármilyen
pozícióban van az ember, akkor sem szabad akár vallási pozícióban, vagy bárhol. És mit mond az ige testvéreim? Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és álnokul él, elköveti azokat utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott az ilyen éljené, igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Drága testvéreim, nagyon törékeny edényben van a mi kincsünk, a mi életünk. Úgy lehet mondani cserépedényben. Egy koccanás elég egy cserépedénynek, és összetör. Nagyon kell vigyáznunk. Mert a mi ellenségünk, a sátán, széjjel jár, mint ordító oroszlán, hogy kit-kit elnyeljen és magáévá tegyen. És ez nagyon igaz, hogy az igazzal még többet foglalkozik. Az igazat még többször kísérti. Naponként kísért bennünket a sátán, testvéreim. Kísért mindenféle dolgokkal, de van egy jó ellenszerünk. Hívjuk segítségül az Úr Jézust, és álljunk ellen a sátánnak. És a sátán elfut tőlünk, testvéreim. Ha nem hívjuk segítségül, a magunk erejéből gyengék vagyunk. De az Úr Jézussal együtt győzünk, testvéreim. Győzünk, és ha segítségül hívjuk, megmenekülünk. Megmenekülünk. De aki nem hívja segítségül, az Úr Jézust elbukik. És milyen sajnálatos, hogy egész életében úgymond igaz ember volt, és aztán pedig elbukott, mert nem tartott ki. Ha egy verseny van, hiába mondjuk futóverseny, valaki kifut előre, jó pár száz méterrel is a többitől, aztán a vége előtt egy pár méterre látunk már ilyet, összeesik. Nincs több ereje. Célhoz ér, nem ér célhoz, testvéreim. Csak azért célhoz, aki végigfut és eléri az ő célját. Nekünk a cél a mennyország. Az énekben gyönyörűen énekeltük, ott még szebb hangon zenghetem a bárány énekét a mennyországba, testvéreim. Még szebb hangon, mint itt énekelünk. Gyönyörű a mi énekeink, de még szebb hangon fogjuk énekelni a bárány énekét. De ehhez nekünk, testvéreim, végig meg kell harcolnunk. Végig harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök élet koronáját. Az Ótestamentumban és az Új Testamentumban nagyon sok gyönyörű példázat van, amikor Isten úgy határoz, hogy pusztítni fog, mert már nincs kegyelem, nincs tovább irgalom, annyira gonosz az emberiség. De ha megtér az ember, kegyelmet kap. Ninive sorsát tudjuk, hiszen a Jónás története még a pici gyermekeknek is megragad az emlékezetében, a nagy hal, Jónás a halgyomrában. De hogyan is került Jónás a halgyomrában? Azért, mert engedetlen volt. Isten Ninivébe küldte, ő pedig pénzt fizetett, más irányba ment, elment Tarzisba, másfele, és amikor viharba került, akkor már belátta, hogy ő miatta van. És bedobták a tengerben, és a hal gyomrába szépen Niniveig utazott. Csodálatos. 3 nap és 3 éjjel, testvéreim. Volt ideje imádkozni, és csodálatos az, hogy a hal gyomra nem emésztette meg. Istennél minden lehetséges. Minden lehetséges, és amikor másodszor oda ment Ninivébe, mert elsőbe nem akart, akkor már kiabált, hogy térjetek meg, mert még 40 nap és elvész Ninive. És mikor meghallották az emberek, testvéreim, komolyan vették. Mi is vegyük komolyan a figyelmeztetéseket. Komolyan vették, és zsákruhában öltöztek. Még a király is, mikor hozzá eljutott ez a figyelmeztetés, hogy 40 nap és elvész Ninive. Zsákruhát öltött, hamuba ült, és kiadta a parancsot, hogy 3 nap se ember, se jószág, se ne egyen, se nem igyon. A jószág hadd bőgjön,
mindenki bőjtőjön, hát ha megkegyelmez Isten. Tehát mindig van, testvéreim, esélyünk, bármilyen bűnt követünk el. És Isten valóban letekintett, és látta, hogy megtértek, látta, hogy alázatosak, és nem követte el a pusztítást. Jónás meg ember, aki az ő gyarlóságában meg akarta nézni, végig akarta követni, hogyan pusztítsa el Isten Ninivét, fölment a hegyre, és onnan figyelte, hogy mi fog történni. És Isten ott Jónást megleckésztette. Megleckésztette, mert óriási hőség volt, és egy tököt a Károliban, az újfordításban egy bokrot rendelt oda, ahol ő volt, és a hűvösben jól érezte magát, de aztán másnap egy férget oda rendelt. Elrágta a gyökrét, és elszáradt. És Jónás zugolódott. Zugolódott azért a bokor miatt, amelyet ő nem ültetett, amelyet ő nem gondozott, és Isten akkor megkérdezte, méltán haragszol-e? És Jónás azt mondta, igen, haragszok. Se nem ültetted, se nem gondoztad, mégis haragszol. Hát én azt mondja, Ninivét ne sajnáljam el, ahol több mint 11-szer, 10-ezer, 110-ezer ember élt Ninivében, az nálunk Ungvár egy olyan nagyváros, és megtértek, most pusztítsam el, azért, mert azelőtt bűnösök voltak, nem pusztította el Isten. Csodálatos. Mai napunkban is. Hát csodálatos, hogy a mi magyar nemzetünk itt van mai napig. Az a nemzet, amely nem szűnik meg még most is káromolni Istent. Tisztelet a kivétel, de ez a kivétel kevés. A nagyobb része még most is dőfös és káromolja Istent, és nem féli Istent. És kegyelmet kapunk, testvéreim. És kegyelmet is fogunk kapni, mert Isten irgalmas. És az ő irgalma végtelen. Ezért nekünk van egy feladatunk, egy misszió, parancsot adott a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunk, hogy hirdessük mindenki számára, ahol vagyunk, iskolában, munkahelyen, bárhol, családban, hogy mindenkinek van kegyelem, testvéreim. Van mindenkinek kegyelem. Olyan emberekkel is beszéltem, azt mondta, már nincs kegyelem. Van kegyelem, testvéreim. Mindenki számára, aki megbánja, tiszta szívvel, és aki az Úrhoz menekül. Kihez mehetnénk, testvéreim? Csak a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkhoz. Hiszen örök életnek beszédei folynak belőle. Tanítványoktól megkérdezte, kihez akartok menni, és így feleltek, csak is ő hozzá. Hiszen ő mindent megtett. Azt, amit az Atya rábízott, ott hagyta az ő dicsőségét, ez egy óriási nagy dolog, emberi formát vett föl, hiszen tudta, hogy az emberek milyen gonoszak, és ha már emberi formában van, azt tehetik, amit akarnak vele, és mindenben engedelmeskedett, egészen a kereszt halálig. És amikor a sátán őtet is kísértette, akkor azt mondta, távozz tőlem, sátán. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és neki szolgál. Szolgáljunk az Úrnak, testvéreim. Szolgáljunk, mert a mi Urunk kegyelmes. Ezért azt mondja a Szentigénk, mindenki a maga tettei szerint ítéltetik meg Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Milyen kegyelem ez, testvéreim, hogy van bűnbocsánat, mindnyájunk számára. Aki megtért, igaz ember, az is vétkezhet. Ha nem tettekben, akkor szavakban, de ahányszor kérjük az Úrtól tiszta szívvel a bűnbocsánatot, megkapjuk, testvéreim. De aki nem kap, nem kéri, az nem kap bűnbocsánatot. Az megbűnhődik az ő vétkeiért, amely az örök kárhozat lesz, az örök szenvedés. Jelenések könyvénél olvassuk, hogy könyvek nyittatnak meg majd az életkönyve. És akinek a neve nem találtatik beírva az életkönyvében,
az megy az örök kárhozatban. Oda, ahol a gonosz angyalok, a szófogadatlan angyalok lesznek, és az ördög. De nekünk, testvéreim, az életünk kezdetétől halálunk pillanataig van esélyünk. Van esélyünk mindenkinek arra, hogy bűnbocsánatot kapjunk. Ezért sokszor nem tudjuk, hogy van olyan bűnös ember, hogy az utolsó pillanatban kap bűnbocsánatot és megtér. Ezért soha se ítéljünk el senkit, hanem mindenkor azt mondjuk, Isten az igazságos bíró. Isten az igazságos ítélőbíró, aki mindenkit megítél az ő cselekedeteért. Felhív bennünket Isten, azt mondja, hagyjátok fel vétkeiteket, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben, miért halnátok meg Izrael háza. Miért halnunk meg, testvéreim, a 21. század elején élő emberiség? Azért, hogy nem tudunk megújulni, meg tudunk, csak akarni kell, testvéreim. Meg tudunk, és ha oda szenteljük a mi életünket, és szenteljük oda, mint egy élő áldozat, és mindenkor az Úr akaratát cselekedjük, akkor élni fogunk, és nem halunk meg. A gyerek, ha elköveti a bűnt, bármit tesz is, és bevallja szüleinek, nem veri meg a szülei. De amikor hazudik, és állítsa, hogy ő ezt nem követte el, akkor megveri a szülő. Megveri, nem is azért, hogy valamit elkövetett, hanem a hazugságért. Én is kaptam ki gyerekkoromban, és hálás vagyok édesapámnak, hogy hazudtam, megvert, loptam, megvert, csufoltam bátyámat, megvert. Hálás vagyok. Háromszor emlékszek, hogy megvert édesapám, és mai napig is örülök, hogy megvert, és ez egy jó lecke volt a számomra, hogy ezeket a bűnöket ne tegyem, mint átlagban gyerekek ezeket teszik. Testvéreim, a mi Istenünk nagyon igazságos. A mi Istenünk nagyon kegyelmes, hiszen a legdrágábbat az ő egyszülött fiát feláldozta. Ki az közülünk, aki a saját gyermekét feláldoznál egy bűnös emberért, és ő megtette, testvéreim. Megtette. Megtette, feláldozta az ő, a mi megváltásunkért, hogy nekünk örök életünk legyen. Az Úr Jézus mindent eltűrt. Eltűrte a köbdösést, a megvetést, az ostoroztatást, eltűrte a tövis koronát az én bűnömért, a te bűnödért és a világ bűnéért, testvéreim. Érdemes nekünk az Urat szolgálni, szolgáljuk teljes szívvel, teljes lélekkel, és ha ez lesz a mi szívünkben, hogy őt szolgáljuk, őt dicsőítsük, őt magasztaljuk a mi szavainkkal, tetteinkkel, akkor boldogok vagyunk. És természetes ebben ne elégedjünk meg, hanem kérjünk minden nap bűnbocsánatot, és akikkel csak találkozunk, ahol csak vagyunk, mondjuk, hogy van lehetőség. Van kegyelem mindenki számára. Nagyon sok ember rázza a fejét, azt mondja, hogy ő neki már nincs kegyelem. Van kegyelem, én mondom mindig is. Van kegyelem, ha őszintén megbánja az ő bűnét, és őszintén az Úrhoz tér, akkor a mi Istenünk kegyelmes, irgalmas. Elfelejti a mi bűneinket, háta meggé, tenger mélyére veti, de aki nem akar megtérni, aki nem akarja az Urat szolgálni, az megkapja az ő büntetését. Segítsen meg a mi Istenünk, hogy nekünk olyan indulatunk legyen, hogy mindenkor, minden körülmények között az ő akaratát cselekedjük, és őt dicsőítsük a mi életünkkel. Amen. Testvéreim, hajtsuk meg fejeinket, és adjunk hálát a kegyelemért, hogy Isten kegyelmet ad nekünk, bűnös embereknek, és akitnek az Úr a szívére imád ad, imádkozunk a kegyelemért, imádkozunk azért, hogy ott legyünk az ő dicső országában, és ott énekeljünk az ő dicső országában örökkön örökké. Hajtsuk meg fejeinket, és egyenként imádkozunk, testvéreim. Köszönöm neked, hogy én bűnének megbocsátottál.
Amen. 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 Köszönöm neked, drága Isten, a te szeretetet. Szereted az emberiséget, engem is, Uram. De figyeld az Úr Jézus Krisztus küldetettel, hogy megmentsen, hogy életem legyen, örök életem legyen. Nagyon köszönöm, drága Úr Jézus, hogy választottad azt, hogy az életedet áldoztad. Értem a bűnösét. Úr Jézus Krisztuson segíts, hogy minden helyzetben hozzá tudjak jönni, Uram, és igyekezzek észrevenni, igyekezzem mindig észrevenni azt, hogy mi a te szent akaratod az én életemben, és észrevegyem az én életemben, ha bűn van, és segíts, hogy hozzád jöjjek, hogy megtisztíts, megszabadíts tőle, hogy egykor én is, családom is, gyülekezetünk is, drága jó Atyám, ha te országodnak örökösei lehessünk. Segíts erre, hogy minden nap vizsgáljuk a mi szívünket, és tartsam a kapcsolatot veled, édes drága Úr Jézuson, hogy mind örökké veled járjuk, veled éljek, örökön. Amen. Amen. Köszönöm, mennyei jó Atyám, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, és az a bűnös, aki kegyelmet kér, te megadod kétség nélkül. Segíts meg bennünket, hogy tisztán, szentül éljünk a jelen való világban, mindenben akaratodat cselekedjük, és téged dicsőítsünk. Áld meg az életadó igéket, vésd mélyen a mi szíveinkben, hogy azok szerint élve téged dicsőíthessünk. Segíts meg bennünket, hogy úgy éljünk az emberek között, hogy meglássák rajtunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, és ők is hadd dicsőítsék a te háromszor szent nevedet. Minden jó téteményedért, amit velünk teszel naponként, légy áldott, legyen áldott a te háromszor szent neved, most és mind örökkön örökké. Amen.
a szolgálatokat, testvéreim, kérjük, hogy jövő heti szolgálatok, Isten tisztelet, hétköznapi alkalmaink, hétfőn, holnap 5 órakor a kisteremben, csütörtökön a Szépporúak klubja után bibliatanulmányozás, mindenkit biztatok, nagyon jó, akik el tudnak jönni, mert erről sok jót tanulunk ezen a biblia foglalkozáson, a tanulmányozáson, a Veleszházban lesz. Pénteken a Tini klub lesz, és 7:30-kor az ifjúsági biblióra, vasárnap pedig len imaóra, ahogy szokott, Isten tisztelet, és vasárnap, testvéreim, bemerítés lesz. Hála az Úrnak, hogy a gyülekezetünkben megtérők vannak, igét fog hirdetni, prédikálni Hegyi András, és a délutáni Isten tiszteleten Kelédi Márton fogja az igét hirdetni. Azután való vasárnapunk, tehát a bemerítés egy bemerítéssel nem fejeződik be, hála legyen Istennek, hanem két bemerítésünk lesz. Megint csak úgy lesz, hogy 28-án Isten tisztelet, akkor Hegyi András testvérünk fog prédikálni, és az Isten tisztelet közben pedig lesz a bemerítésünk, és délutáni Isten tiszteletünket pedig Kádár András testvérünk fogja hirdetni az igét. Legyen áldott az Urunk, hogy vendégeink lesznek, hívjunk idegeneket, azokat, akik még nem is voltak az imaházban, hadd lássák meg, hogy milyen jó Istennek az akaratát teljesíteni, milyen jó az, amikor megtér egy ember, az Úrnak átadja az ő életét, és az Úrral akar élni tovább. Mielőtt befejeznék az Isten tiszteletünket, még egyszer hálát adok Istennek, hogy nekünk kegyelmet adott, mindnyájunknak. Kegyelmet adott, hogy megtérhettünk, kegyelmet adott, hogy gyermekeinek fogadott, ezért a mi ajkainkon zengjen hálaének. Ezt az éneket fogjuk énekelni, zengjen hálóének befejező énekünkkel, 267. ének, minden versét fennállva énekeljük, testvéreim.
Végezetül, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr közel, testvéreim! Délután Isten tiszteletünk az Úr kegyelméből véget ért, az Úr áldja meg a testvéreket.